Szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Csonka Erzsébet vagyok, a PPH egyik 9-es szintű vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom a természetgyógyászat volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Rákóczi falván élek. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Erről nagyon-nagyon sokszor meggyőződtünk már a sok év alatt, mióta itt tanulok. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 különböző területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja, a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő, elnyomásmentes, szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek azzal, ami felé halad a világ, illetve mit láttok ebben kapcsolatban, illetve a jelenlegi világgal mennyire vagytok elégedettek, és mit szóltok az ahhoz, ami felé halad a világ? Tehát, szerintetek a jó felé haladunk már, mint a világ szempontjából? Jó felé halad? Nem? Ki az, aki úgy gondolja, hogy nem jó felé halad a világunk? Oké, köszönöm szépen, mindnyájan. És nem kellene valamit tenni, hogy jó felé haladjon a világ? Tehát valamit. Tehát ugye miért megy rossz felé a világ? Nézzük csak. Hát mert van egy általános elbutulás. Tehát szó szerint. Tehát milyen területeken? Hát hogy hogyan bánjunk önmagunkkal, hogyan bánjunk másokkal, hogyan bánjunk a párunkkal, hogyan bánjunk a szüleinkkel, a gyerekeinkkel, hogyan bánjunk a munkánkkal, a pénzzel, környezetünkkel, stb. Stb. Ezekkel kapcsolatban van egy ilyen általános elbutulás. Tehát nem egyre jobban bánnak az emberek önmagukkal, párjukkal, stb. Hanem egyre rosszabbul. Hát ha megnézed, mennyi válás volt mondjuk ezelőtt, 40-50 évvel, mennyi válás van most? Hát biztos azért van több válás, mert az emberek jobban bánnak a saját párjukkal, nem? Hát az ellenkező nem, mert jól megtanultak bánni az emberek, azért válnak el, nem? Hát nem éppen. Tehát ez az elbutulás jele. Tehát minden statisztika azt mutatja, hogy az emberek rosszabbul bánnak magukkal, rosszabbul bánnak a
párjukkal, rosszabbul bánnak a szüleikkel, rosszabbul nevelik sokkal a gyerekeiket, tehát akkor rosszabbul bánnak a munkájukkal, sokkal több az alkalmazott, régebben sokkal több volt a vállalkozó, például Magyarországon a háború előtti, tehát a második világháború előtti időszakban a lakosság 80%-a az a mai értelemben vett vállalkozó volt, vagy cégtulajdonos volt a mai értelemben vett. Tehát nem alkalmazott volt. Tehát minden téren, ha megnézzük, az embereknél látható egy ilyen általános elbutulás. De nem csak itt, hanem az egész világunkban. Nem csak Európa, tehát nem csak Magyarországon, nem csak Európában, az egész világon. És ez főleg itt az elmúlt pár évben vált teljesen nyilvánvalóvá. Tehát itt, hogy milyen könnyen manipulálhatók az emberek, az bebizonyosodást nyert itt az elmúlt három évben gyakorlatilag. Tehát ez mind az általános elbutulás jele, de nem maguktól butulnak el az emberek, hanem elbutítják őket. Tehát szó szerint. És ebben a legnagyobb szerepet természetesen a média kapta az emberek elbutításában. És mit jelent ez az elbutulás? Tehát, hogyha egy ember kevésbé tud jól bánni magával, vagy a párjával, akkor ennek az lesz a következménye, vagy bármilyen más életterületével, az lesz a következménye, hogy helytelenül cselekszik. Tehát egy tudatlan ember, az nem tud olyan helyesen cselekedni, mint egy okos ember. Tehát valaki jártas, okos egy életterületen, az sokkal helyesebben tud cselekedni azon az életterületen, mint egy tudatlan ember. És ha az ember helytelenül cselekszik, akkor annak következménye lesz. Méghozzá ránézve lesz következménye. Tehát a helytelen cselekvésnek a következménye, mondhatjuk azt, hogy egy probléma, a probléma meg létrehoz egy rosszabb életet. Most, hogy az fizikailag rosszabb élet, vagy lelkileg rosszabb élet, érzelmi szempontból rosszabb élet, ez most részletkérdés. Tehát mondok ezzel kapcsolatban konkrét tényeket. Ugye a tudomány mai állása szerint a betegségek több mint 85%-a az pszichoszomatikus eredetű. Tehát a tudomány ezt mondja. Tehát az azt jelenti, hogy a psziché megbetegíti a szomát. Tehát a gondolatunk megbetegíti a testünket. Tehát a testünket. Tehát a gondolataink betegítik meg a testünket. Na most régen közel nem volt ennyi beteg ember, mint manapság. Tehát régen mondjuk azt mondja, hogy a nagymamám generációja, amelyik, ugye a nagymamám az a 900-as évek elején született, az a generáció még 60 éves kortól kezdett el betegeskedni. A szüleim generációja, azok már 50 éves kortól kezdtek el betegeskedni. Az én generációm már 40 éves kortól kezdett el betegeskedni. A mostani generáció, illetve a legújabb még gyerek, arról nem beszélünk, de amelyik már felnőtt generáció, ugye az a 93 előtti, meg mondjuk 2000-es évek előtti mondjuk azt, azok pedig, ugye még a 2000-es évek előttit nem tudjuk mondani, de a 90-es évek előtti, tehát 93 előtti generáció már 30 éves kortól kezd el betegeskedni. Tehát biztos azért, mert jobban működnek az életben, meg jobban
élik az életüket. Oké? Tehát biztos ezért, nem? Minél butább egy ember, nem elég, hogy magának bajt okoz, gondot okoz, hanem másoknak is annál több gondot, bajt okoz. És akkor ezt megnézzük, így összeadjuk, akkor azt látjuk, hogy ha sok ember butul, elbutul, akkor sok ember rosszabbul kezeli az élethelyzeteit, és a világban van egy általános elbutulás, van egy általános romlás. Tehát az élet minden területén, majd hogy milyen területek vannak, erről lesz szó. Gondold csak át, milyen lesz a jövőnk, hogyha ez az elbutulás ez folytatódik. Márpedig folytatódik. Milyen lesz a gyerekeink jövője? Hát hogyha aktívan nem teszünk azért, hogy jobb világ legyen, világunk legyen. Most gondold végig, hogyha az elbutulás egy romlást okoz, akkor az okosodás az javulást okozna, nem? Logikus, nem? Ugyanis ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Tehát gondold végig, tehát az emberek azt várják, hogy úgy magától javuljon az élet, és magától javuljon az életük. Szó szerint ezt várják. Na most mi az, ami magától meg tud javulni? Tehát gondold végig, ha mondjuk a nem takarítasz otthon, hogy fog kinézni egy bizonyos idő után? Mondjuk, hogyha nem mosol magadra, hogy fog kinézni a ruhád? Ha nem mosakszol, hogy fogsz kinézni? Érted? Tehát ha valamit egy ember nem gondoz, nem fejleszt, nem javít, nem gondoskodik róla, akkor az romlik. Minden. A világon minden. Tehát ezt figyelembe kellene venni, hogyha valamit nem javítunk, nem fejlesztünk, az romlik. Tehát a világunkat nem javítjuk, nem fejlesztjük, az romlik. Nem a technikai fejlődés a világunk javítása. Tehát visszamegyünk a technikai fejlettségben, én személy szerint simán vissza tudok menni 50 évet a gondolkodásomban, tehát emlékezeteimben simán még többet is, tehát olyan 6 éves kortól, sőt még 3-4 éves kor dolgaira is tudok emlékezni, tehát visszaemlékszek mondjuk 50-55 évet. Tudjátok, mit látok? Azt láttam, hogy sokkal jobb hangulatúak voltak az emberek évtizedekkel ezelőtt, mint manapság. Sokkal. Tehát a generációk sokkal jobb hangulatúak voltak. Tehát az én egyik nagypapám, aki velünk élt, arra én el tudom mondani, hogy ő egy bölcs öregember volt. 80-valány éves korában halt meg, valami 86 vagy 87, így volt valahogy. Ő még az 1800-as évek végén született, és bölcs öreg volt, de szó szerint egy bölcs öreg ember volt. Manapság te találkozol bölcs öreggel. Én az elmúlt 30 évben, most a PPA-sokat leszámítva, az elmúlt 30 évben egy, nem 30 évben, mondjuk 20 évben, egy bölcsöreggel találkoztam. Egyel, egy hölgyel. Az volt már ilyen majdnem 90 éves, vagy talán már be is töltötte, és ilyen tök bölcs dolgokat tudott mondani. Hol látsz ilyet mostanában az öregeknél? Tehát azt látni, hogy a generációk butulnak el, érted? És a generációk hangulata romlik el. Tehát például, mikor én jártam iskolába, akkor még nyolcadikosként mi jó hangulatúak voltunk, érted? Most megnézed az általános iskolai nyolcadikosokat, annyit tudnak, hogy így lógatják az orrukat, érted? Szó szerint.
Szó szerint. Tehát nézzük még példát. Annak idején dolgoztak az emberek, mondjuk a kertben, vagy otthon, nyitva volt az ablak, nem a kertben, hanem a lakáson, és hallottad, hogy énekelnek, danolásznak, fütyűrésznek az emberek. Volt, akik mentek az utcán, és nem volt furcsa, hogy nem volt részeg, nem volt illuminált állapotban, érted? És mégis dudoráztak, fütyűréztek, énekelgettek az emberek. Most, ha menne valaki az utcán és énekelgetne, akkor azt mondanák rá, hogy vagy részeg, vagy valami baja van. Érted? Régen ez tök természetes volt. Hogy valaki kint dolgozott, kertbe és énekelgetett. Érted? Fütyűrészet. Most fura. Tehát az emberek hangulata az jócskán leromlott. Tehát régen például ez úgy volt, hogy az emberek a lehetőségükhöz képest hangosan hallgattak zenét. És mentél az utcán, és hallottad, hogy az emberek hangosan hallgatnak zenét. Most nem hallasz ilyet. Már az autókba is ritkán hallani azt, hogy kihallatszik az autóból zene. Érted? Tehát az embereket például a hangos szó, az öröm, a hangos zene sokkal, de sokkal jobban zavarja, mint régen. Régen, ez csak azért, nem azért, mert visszasírom a régi szép időket, mert nem mondom, hogy régen szép idő volt. Tehát nem visszasírás, csak sok, tehát ez egy tény, hogy sokkal jobb hangulatúak, állapotúak voltak az emberek. Megnézel egy 70-es, 60-as évek dokumentumfilmét, megnézed, hogy hogy öltöztek itt Budapesten az emberek, a férfiak öltön nyakkendőbe jártak. Ma szakadékobbnál szakadékabb ruhába járnak a férfiak. Szó szerint olyan ruhába, amit a régi emberek föl nem vettek volna, érted? Még azt mondták, hogy még munkaruhának sem használták volna azokat a ruhákat a férfiak, amit most a férfiak fölvesznek. Érted? Tehát a ruházat is mutatja, hogy valaki milyen hangulatú, milyen állapotú. Nehogy már nekem azt mond, hogy egy hagyományos férfi öltözék, ami most hagyományos, az egy férfinak jobban áll, mint egy öltönnyakkendő. Nehogy már ezt mond nekem. Mégis szakadékabb ruhába járnak emberek. Érted? Tehát most gondold végig, hogy annak idején megtehették, hogy a férfiak öltönnyakkendőbe jártak. Még vidéken is. Még vidéken is, nem csak Pesten. Tehát az én édesapám az végig addig, míg nem lett nyugdíjas, öltönnyakkendőbe járt. Érted? Tehát végig. Szóval, ezt eredményezte, hogy minden téren romlás van. Tehát minden téren. Mert azt gondolják az emberek, hogy nem kell tenni semmit, és majd jobb lesz. Majd a kormány, valamelyik kormány, ha nem ez, akkor a következő, majd megoldja ezt a kérdést. Ugyan már meséltek arról, mondjuk az elmúlt 100 évben, hány kormány oldott meg itt dolgokat? Jól. Még amelyik az volt, hogy produkált egy óriási fejlődést, érted? Utána meg romlásba döntötte az országot, mert jött a háború. Most Hortiról beszélek. Érted? Mert ugye ők okoztak, tehát Horthy kormány okozta a legnagyobb fejlődést az elmúlt 150 évben Magyarországon. Érted? És ahhoz képest ugye mégis romhalmaz lett az ország az ő kormányzása alatt.
Érted? Tehát nem tudsz egy olyan kormányt mondani, amelyik, de nem csak itt, sehol, érted? Amelyik jót tett volna az embereknek, hogy jobb lett volna nekik mindenféleképpen, érted? Tehát miért vártok olyan megoldásokat, amik nem tőletek függnek? Miért nem akartok olyan megoldásokat, amik tőletek függnek? Tehát most gondold végig, hogyha az emberek okosodnának, akkor nem elbutulás lenne, hanem eszesedés, érted? Akkor eszesebbek lennének az emberek, és ha az emberek eszesebbek, akkor ugye ellentétes, akkor helyes cselekvés lenne, aminek a következménye a jobb élet, és nem a rosszabb élet. Tehát azt gondolják az emberek, hogy csak egy feltétele van annak, hogy az a jó élet legyen. Az pedig, hogy minél több pénzed legyen. Nem. Öt feltétele van a jó életnek. Tehát, hogy az embert szeressék, nem? És ő is tudjon szeretni, persze. Egészséges legyen, nem? Elismerést kapjon, és tudjon elismerést adni másoknak. Szabad legyen, szabad. Ne más mondja meg, hogy ő mit csináljon. Oké? Más legfeljebb kérhetne tőle, érted? De ne ő mondja meg, hogy mit csináljon. A munkahelyen kérnek tőled? Nem. Utasítanak, hogy mit csinálj. Világos ez? Tehát az a szabadság, amikor kérhetnek tőled egyébként, meg ha akarod, megcsinálod, akarod, nem csinálod. Érted? De a legtöbb ember nem így él. De még a szabadságról lesz szó. És anyagi függetlenség. Anyagi függetlenség. Az azt jelenti, az anyagi függetlenség, hogy ne függ semmitől anyagilag. Érted? Tehát, hogyha te most azt gondolod, hogy erre kiszeretné, valamire kiszeretné adni pénzt, akkor ki tud adni. Érted? Ne kell mérlegelni, hogy na akkor vajon kijövök-e hó végéig, ha kiadom. Érted? Még mindig a miért tesszük azt, amit csinálunk. Ha jó emberek továbbra sem tesznek semmit, vitathatatlan, hogy még rosszabb világunk lesz. Márpedig e felé megyünk, mert a tömegek semmit nem tesznek. Semmit. Ha te is jó embernek tartod magad, neked is aktívan kellene tenned azért, hogy jobb világunk legyen. Mit jelent a jobb világ, ahol az emberek szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadon és anyagi függetlenségben élhetnek? Ez jelenti a jobb világ. Eszesebbé kell tenni az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ eléréséért. Na nézzük meg még mindig, hogy miért tesszük azt, amit csinálunk. Tehát eszesebbnek kell lenni ahhoz, hogy ne romoljon, hanem javuljon az életünk. Mi PPH-sok, nézzük meg, hogy hogyan teszünk ezért. Rendszeresen képzéseink, tehát a rendszeres képzéseinkkel eszesebbé tesszük az embereket. Nem arról szól a történet, hogy akar-e valaki itt tanulni, vagy esetleg máshol, vagy nem akar tanulni. Egyáltalán nem akar tanulni. Hanem arról szól a történet, hogy létre kell hozni egy jobb világot. És azt nem lehet mással megcsinálni. Miért? Majd mindjárt ki fog derülni, jó? Tehát ezt csak velünk lehet megcsinálni. Mert csak itt van meg ehhez az előélet, tehát kellő hosszú előélet, a tudás, a tapasztalat, a módszer, a segítség, és az emberek továbbá
az etika. Ugye mit jelent az etika? Ha valakinek ez nem tiszta, erkölcs, becsület, tisztesség. Oké? Tehát eznek nem elcsépelt szava. Tehát régen például kötött két ember egy megállapodást, egy szerződést, most el kell menni ügyvédhez, vagy mit tudom én, közjegyzőhöz, hogyha egy megállapodást kell, akarsz valakivel kötni. Régen megráztak, kezet ráztak egymásra, és a szavuk az egy biztosíték volt. Érted? Tehát a szavuk az egy biztosíték volt. Most még az írás sem biztosíték, nem hogy a szó. Oké? Ezért kell menniük ügyvédhez meg közjegyzőhöz, hogy utána, hogyha valamelyik nem tartja be a megállapodást, akkor legalább valami hivatkozás legyen és jogi alapja legyen az egésznek. Tehát régen nem kellett, nem volt erre szükség. Most nehogy ma azt mondta, hogy a mai világban azért kell ez, mert jobb állapotúak az emberek. Oké. Vagy azért, mert becsületesebbek mai világban. Miért tesszük azt, amit csinálunk? Kaptunk egy csodálatos és a történelemben egyedülálló lehetőséget. Egy gyönyörű új korszakot hozhatunk létre, a szeretet kort. De nem csak hozhatunk létre. Elhangzott, hogy vannak különleges képességeim. Több különleges képességem van. Például olyan, hogy információkat kapok arról, hogy mi lesz. Sőt, meghatározzák azt is, hogy körülbelül mikorra lesz. Oké? És amikor ezeket az információkat megkapom, akkor ezeket én el szoktam mondani képzésbe. És furcsa mód, ezek a jövőbeni dolgok, ezek megtörténnek. Méghozzá úgy, ahogy előtte, azelőtt, jóval akár jócskán elbeszéltem, van olyan, hogy 2004-es, tehát leírtam azokat, hogy mi várható a jövőben, ha azt megnézed, annak a 90%-a már teljesült. És ezt nem összeszedtem az internetről. Nem. Ezt saját kútfőből, tehát ami azt jelenti, hogy küldték nekem az információkat. Oké. Erről a helyzetről is, hogy mi lesz 2020. Jó, én április 4-én, így van, április 4-ére mondtam az időpontot, hogy lesz egy olyan dolog, két héttel hamarabb lett, és ez a Covid lett. Oké? Kettő héttel hamarabb. És mikor mondtam ezt? Nem pár nappal a Covid előtt, nem. Évekkel előtte. Évekkel előtte. Érted? Tehát van olyan képességem, amivel ugye megmondják, hogy mi lesz ezzel az emberiséggel, ahol megkapom. És ez az emberiség ideje, ennek az emberiségnek az ideje már lejárt. Tudod, mi volt ezelőtt 6 emberiséggel, mikor lejárt az ideje? Fogták és törölték az emberiséget. A legutolsó emberiség törlés az a vízözön volt. A vízözönnel. Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag kipusztították az emberiséget. Nem magától pusztították ki. Oké? Megfigyeltem a természeti katasztrófákat az életemben, amit nem ember okozott. Jó, azért tegyük hozzá.
és ahol természeti katasztrófák voltak, az a nép mindig megérdemelte. Jó, maradjunk ennyibe. És akkor lehetne mondani azt, hogy ó, hát biztos véletlenül. Oké? Mióta figyelem ezt? 20-valahány éve. Oké? És ez tényleg így volt mindig. Szóval, olyanok, hogy véletlenek nincsenek. Tehát mondom, ennek az emberiségnek az ideje lejárt, mikor? 2012. december 22-vel. Lejárt az emberiség ideje. De tovább engedték még ezt az emberiséget, mert sokkal jó ember. Oké? És a sok jó ember azért tudna tenni azért, hogy ez az emberiség mehessen tovább. Tehát minden emberiséget akkor töröltek el, amikor a fentieknek elegük lett abból az emberiségből. Szó szerint. És ezt így határozták meg, hogy amikor az emberiség elkezdett Istent játszani, akkor törölték el az emberiséget. Mert az ember az nem Isten, bár félig az a lelke miatt, de akkor sem vagyunk Istenek, mert van egy állati eredetű testünk. És nem evolúció által létrehozott, hanem ugye egy teremtett testünk. És most gondold végig, legkésőbbi dátum, majd láthatod mindjárt, 2035 arra, ami az utolsó dátum arra vonatkozóan, hogy itt létrejöjjön egy szeretett korszak. Tehát minden emberiséget azért töröltek el, mert visszaélt a tudásával. Főleg a technikai tudásával. Nem tudom, tudjátok, nem mondok példát. Hogy alakult ki a Föld legnagyobb sivataga. Tudjátok? Azt mondjátok, hogy meleg volt. Nem, nagy tévedés. Atomrobbanás következtében. Nem az ember robbantotta. Jó, csak úgy mondanám. És ez kimutatható még azon, mert ugye egy atomrobbanásnak a mérési eredménye az több ezer éven keresztül kimutatható. Szóval lényeg az, hogy mondom, mi a Föld legnagyobb sivatala? Szahara, így van. A Szaharában volt egy atomrobbanás, aminek a következménye lett a kiköltözés, és az elsivatagodás. Elsivatagodás. Mindegy az. Sivatagodás. Nem bírom kimondani, mindegy. De most szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig. Ez tény egyébként, utána lehet nézni. Szóval, most gondold végig, a történelemben nem volt olyan, hogy lehetőséget kapott egy közösség, hogy létrehozzon egy változást, egy szeretett korszakot. Érted? Tehát miért kell aranykor, hogy csak tisztában legyünk ezzel a kérdéssel? Miért kell szeretett korszak? Azért, mert az elnyomás korszak idején, most egy ilyen korszakban vagyunk, ahol a bolygó 20%-a, tehát a bolygó lakosságának 20%-a, tehát minden ötödik ember elnyomó, tehát antiszociális. És akkor azon belül lehet ilyeneket mondani rájuk, hogy mit tudom, pszichopata, meg szociopata, meg narcisztikus. Tehát ilyeneket nyugodtan lehet mondani, ezek ide tartoznak ebbe a gyűjtő fogalomba,
hogy antiszociális és elnyomó. Tehát ugye az elnyomó azt jelenti, hogy a saját túlélése érdekében hát elnyomja a környezetében lévő, meg azokra, akikre hatással tud lenni, azokat az embereket. És amikor elnyomók vannak, egy szociális ember, a bolygó 80%-a ugye szociális, kap egy elnyomást, és olyankor ezt úgy hívják, hogy hullámvas utazik. Tehát érzelmileg leesik. Nagy mértékben. Ez azt jelenti, hogy abban az időszakban, míg az elnyomás hatása alatt áll, és még nem lábalt ki belőle, addig képtelen alkalmazni azokat a dolgokat, amit amikor nem kap elnyomást, alkalmaz. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy azért hullámvas utazik, mert mikor jól van, akkor jól mennek nála a dolgok, mikor elnyomást kap, akkor pedig leesik, és nem jól mennek a dolgok. Jól mennek, nem jól mennek, jól mennek, nem jól mennek, és így élik le az életüket. Vagy nem ezt látod? Te ezt nem csinálod? Tuti, hogy csinálod. Ha férfi vagy, ha nő vagy, akkor is csinálod. Jó? Legfeljebb az a különbség, hogy az egyiknek mélyebbek ezek a hullámok, meg magasabbak, a másiknál meg alaposabbak, tehát kisebb mértékűek. Oké? És ez mind az elnyomások következménye. Mind. Tehát az elnyomók bőszen munkálkodnak. Nem feltétlenül a legtöbb hatást, tehát nem feltétlenül a hatalom okozza ezt neked. A legtöbb elnyomást a környezetedben lévő elnyomók, akikkel kontaktban vagy, kontaktusban vagy, azok okozzák. Hiszen a bolygón minden ötödik ember antiszociális. És most gondold végig, amikor a szociális emberek tanulnak, fejlődnek, amikor nem kapnak elnyomást, akkor szépen fejlődik az életük, de abban a pillanatban, amikor elnyomást kapnak, visszaesnek. És olyan, mintha nem is tanultak volna semmit. Ezért kell egy aranykor, egy szeretett korszak, ahol nincsenek elnyomók, a fentiek gondoskodnak arról, amikor eljön az ideje annak, hogy az antiszociális személyek eltűnjenek a bolygóról, ne aggódj, oké? Ugyanúgy, mint a születésnek ők az urai, ezért a halálnak is ők az urai, kivétel akkor, ha valaki öngyilkos lesz. Jó, tehát semmilyen más egyéb haláleset az öngyilkosságon kívül, az nem mástól függ, csak a fentiektől. Még akkor is, ha őt meggyilkolják. Oké? Az is a fentiektől. Ugyanis a fentiek simán meg tudják akadályozni azt, hogy valakit meggyilkoljanak. Jó? Csak maradjunk ennyiben. Tehát lényeg az, hogy a fentiek gondoskodnak arról, hogy ha itt létrejön az a korszak, ahol az emberek már megtehetik azt, hogy töretlenül fejlődjenek, akkor eltüntetik a földről az elnyomókat, de nem feltétlenül kell eltüntetni őket, mert el lehet őket lehetetleníteni is. Tehát, hogy a, mit tudom én, azt jelenti, hogy hány olyan embert látsz, aki mondjuk kapott egy agyérgörcsöt, aztán utána még a hamut is mamunak mondja. Oké? Szóval lényeg az, hogy miért kell létrejönni egy aranykornak. Tehát az emberiség célja, azért van itt a bolygón, ezért lett ez a bolygó elkészítve, hogy fejlődjön a lélek, az emberi lélek. Tehát az az emberiség célja, hogy minden egyes embernek fejlődjön a lelke. És ezt a fejlődést
ezt egy élet alatt kell megtenni. Tehát egy élet alatt. Vagyis, mindjárt majd beszélek erről, jó? Tehát, gondold végig, egy egyedülálló dolgot kaptunk, történelemben egyedülálló, hogy létrehozhatunk egy szeretett kort. Korszakalkotók lehetünk. Hát téged ez nem motivál, akkor semmi nem fog. Jó? Kapott az emberiség legkésőbb 2035-ig egy utolsó esélyt a fejlődésre. És te is kaptál most egy egyetlen és ezáltal utolsó esélyt a tudatosodásra, a szellemi-lelki fejlődésre, és a boldog életre, továbbá a felemelkedésre. Mi PPA-sok egyedülálló módon aktívan teszünk azért, hogy jobb világunk legyen. Hozzásegítjük az embereket ahhoz, hogy eszesebbek legyenek. A PPA üzlet juttatja el az emberekhez az ember és életjobbító coachképzéseket. A coach azt jelenti a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító. A coach egyébként egy szakma, a coachképzés. Egy szakmája lesz az embernek. Rendszeresen egyedülálló fejlesztő képzéseket tartunk, ezáltal az emberek hozzájutnak az eltitkolt tudásokhoz, az élet és emberismeretekhez, képességekhez, továbbá gyakorlási lehetőségekhez. Ez nagyon fontos, az utolsó gondolat, hogy gyakorlási lehetőséget. Valamit nem gyakorolsz be, hiába tanulsz. Oké? Coachképzéseink által képes leszel helyesen bánni önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Itt van 10 életterület. Bármelyik életterület neked gondot tud okozni. Oké? Ha nem jól bánsz azzal az életterülettel. Mit csinálunk? Tehát rendszeresen elég tudást adunk az ember és az élet működéséről. Hozzásegítjük a tanuló partnereinket, tehát az itt tanuló partnereinket, a szeretet, az egészség, az elismerés, a szabadság, továbbá az anyagi függetlenség tudásához és technikájához, hogy boldog életet élhessenek. Ezek következtében a tanulóink képessé válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön minél hamarabb, de legkésőbb 2035-re szeretett korszak, azaz aranykor legyen. A tudás alkalmazása során a tanulóink képességké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a szellem és a lelki fejlődésre. Na nézzük meg, mit jelent ez a lelki fejlődés, jó? 7 szintje van a lelki fejlődésnek. Egyes túlélés, kettes biztonság, na itt helyezkedik el az ember. A legtöbb ember itt helyezkedik el. Ha csak nem, tartozol valamilyen közösségbe, ahol rendszeresen megjelensz. Mert aki rendszeresen megjelenik egy közösségben, annak már van egy valahova tartozása. Az már egy magasabb lelki szint. Oké? De a negyedik lelki szintet már nem tudod elérni egyszerűen. Még azzal se, hogy valahova tartozol. Hanem a negyedik szint és afelett saját csapat és saját üzlet nélkül nem érhető el. Hogy kell saját csapatot kialakítani, az itt meg van tanítva. Oké? Hogy kell saját üzletet létrehozni, az itt meg van tanítva. Oké? Nem tudsz olyan dolgot mondani az élet és az ember működéséről, amit itt ne tanítanánk. Jelenleg 9 évnyi képzésünk van. 9 évnyi. Nem 4 vagy 5, 9 évnyi. Szorozd meg 30 órával havonta,
9 évszer 12 hónap, szor 30, jó? Egyszerű matek. Ennyi képzés van jelenleg. A hatodik lelki szintre az juthat fel, aki képes békében és szeretetben élni. Tehát, ha nem tanulod meg azt, hogy ne elnyomoskodj, mert ez úgy működik, hogy kap egy elnyomótól egy szociális ember egy elnyomást. Mit csinál? Továbbadja. Pedig ő nem elnyomó, hanem az elnyomást továbbadja. Ezt úgy hívják, hogy lehetséges bajforrás. Mikor egy szociális ember elnyomást kap, és az elnyomás hatására továbbadja az elnyomást. Tehát azért adja tovább az elnyomást, mert nem tudja kezelni az elnyomást. Oké? Tehát nem képes arra, hogy kezelje az elnyomást, ezáltal fogja és továbbadja. Oké? Az is egy továbbadás, gondold végig, hogy az elnyomás hatására sokkal rosszabb állapotba kerülsz, utána mondjuk hazamész ebbe az állapotba, és már baj van, mert ha náladnál jobb hangulatban vannak a családtagjaid, akkor automatikusan ennek hatására te le akarod húzni őket a saját hangulati szintedre. Tehát mindent elkövetsz annak érdekében, rossz hangulatuként, hogy a jó hangulatú emberek hangulatát tönkreted. Így működnek az emberek, amikor elnyomást kapnak. És te is így működsz, amikor az elnyomás hatása alatt állsz. Na most, ha ezt te nem tudod meg, tehát nem tanulod meg kezelni, tehát nem vagy képes arra, hogy békében és szeretetben élj, hanem fogod és továbbadod az elnyomást, tudod, hány olyan ember van? A szociális emberek nagy része az nem csak akkor működik elnyomottként, tehát a lehetséges bajforrás az más megfogalmazás szerint elnyomott, nem csak akkor működik elnyomottként, amikor közvetlenül elnyomást kap, hanem akkor is képes, ha valami emlékezteti egy olyan helyzetre, amiben ő elnyomottként működött. A múltban. A múltban. Tehát egy csomó ember, tehát az emberek, a szociális emberek többsége azt is csinálja, hogy egyszerűen valami emlékezteti egy múltbéli negatív helyzetre, amikor ő elnyomást kapott, fizikai vagy lelki elnyomást, és annak hatására már úgy működik, mintha ott lett volna egy elnyomó, aki elnyomta őt. Oké? Mert ez a rosszabbik helyzet, mert egyszerűbb megtanulni egy elnyomónak a kezelését, mert egyszerűen fogod azt szóba megválaszolod, az elnyomást, de mit teszel egy olyan helyzettel, amikor egyszerűen egy helyzetben egy eszköz, egy tárgy, egy mondat emlékeztet téged egy múltbéli negatív helyzetre, és ennek hatására te automatikusan bekattansz. Érted? Pedig senki nem nyomott el téged, csak az elméd így működik, méghozzá az elmédnek a bal része, a bal agyféltekéd, az érzelmi rész az így működik, és átveszi az irányítást, lekapcsolja a tudatosságot, eléri azt, hogy rossz hangulatú legyél, át tudja venni az irányítást feletted, mert vagy tudatos vagy, vagy az érzelmeid alapján működsz. Oké? És gondold végig, az juthat be az aranykorba, ezeket, akik ezeket tudják kezelni. És képesek arra, hogy szeretetben és békében éljenek másokkal. Oké? A szociális emberek még soha nem robbantottak ki háborút. Oké?
mondom, a szociális emberek még soha nem robbantottak ki háborút. Oké? Mindig háborút antiszociális emberek robbantanak ki. Olyan is lehet, hogy van egy szociális ember mondjuk hatalmon, és van neki egy antiszociális tanácsadója, és az antiszociális hatására robbant ki a szociális ember egy háborút, érted? De magától még soha nem robbantott ki egyetlen egy szociális ember sem háborút. Világos ez? Tehát a hatodik lelki szintre az juthat föl, aki képes békében és szeretetben élni. Nézzük a hetediket. A hetedik lelki szintre az juthat föl, aki képes feltétel nélküli együttműködésre. Ugyanis a fenti világban ez alapfeltétel. A feltétel nélküli együttműködés. Ezért lett létrehozva ez a Föld nevű bolygó, ezért lett létrehozva az emberiség, hogy a lelkek emberi testbe költöztetve megtanuljanak olyan dolgokat, hogy ne akarják a rosszat. Oké? De lehet, hogy te szeretsz szenvedni, szereted a problémákat, az a te problémád, hogyha szereted, érted? Tehát maga az emberiség az azért jött létre, hogy ne legyen még egy luciferi összeesküvés a teremtővel szemben. Világos ez, hogy a lelkek fejlődjenek olyan szintre, hogy határozott különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz, illetve a jó és a rossz különböző fokozataik között. Tehát mi emberek mindnyájan szerinted miért vagyunk itt? Most hallgassatok, akik már tudjátok, kérdezem az újakat. Szerintetek miért vagyunk itt? Nem itt, itt a teremben, mint ember. Miért születtél le? Miért? Tehát azért, hogy egyél, így áll. Szeretkezzél, gyereket nevelj, vásárolj, igen, ne felejtsük ki, így van, így van, és utána majd meghalljál, megöregedj és meghalj, ez nevetséges, nevetséges. Tehát az ember azért született le, minden egyes ember, még egyszer, hogy ne legyen még egy luciferi összeesküvés. Oké? Tehát még egy ne legyen. De azért, mert ez alatt az átlag 80 év alatt, míg él egy ember, annyi problémával találkozol, amivel nem találkoztál előtte a fenti létformában. Másfél millió éve nincs lélekteremtés. Azóta a teremtő nem teremt lelkeket. Ezért van az, hogy próbálják a lelkeket rabolni. Tehát nincs lélekteremtés, a gonoszok. Jó, tehát nincs lélekteremtés. Másfél millió azóta, mióta az első emberiség elkészült. Oké? Azóta nincs lélekteremtés. Tehát ez a két időpont összepasszol. Oké? Okay. Azóta, tehát létrehozták az első emberiséget azért, hogy fejlődjenek tömegesen a lelkek arra a szintre, hogy ne legyen több összeesküvés a teremtő ellen. Oké? Okay. Na most, ezt sok lélek meg is csinálta. Sőt, népcsoportok is megcsinálták, hogy felemelkedtek. De az emberiség még egyszer se csinálta meg. Ezért törölték a hat előző emberiséget.
Itt van a hetedik emberiség, aki kapott egy utolsó esélyt arra, hogy felemelkedjen. Tehát mit jelent a felemelkedés? Megnézed a felemelkedett népcsoportok testestül, lelkestől eltűntek. Nincs hulla, oké? Felemelkedtek. Hova emelkedtek föl? Egy olyan bolygóra, ahol felemelkedett lelkek vannak. Világos ez? Tehát aki kép, mit jelent a felemelkedett lélek? Aki képes arra, hogy feltétel nélkül együttműködjön, és ugye ott van benne a hatodik is, mert ugye úgy működnek a lelki szintek, hogy ahol megvan a hetedik, ott abban benne van a hatos, az ötös, a négyes, a hármas, a kettes, az egyes. Mind benne van. Oké? És ugye fölkerültek egy olyan világba, és utána onnan választhatták azt, hogy mondjuk visszatérnek ide a földre, mondjuk segíteni, hogy aranykor lehessen. Én ezért vagyok most itt, ebben az életemben. Az ezelőtti életem az nem földi emberként valósult meg. Oké? Hanem konkrétan a Sirius B-n voltam tanító. Oké? Nem kell ezt elhinni, én ezt tudom, hogy így van. Jó? Na most. Szóval lényeg az, hogy aki érez magában olyat, hogy valamit tenni kéne magáért, vagy az emberekért, azok nem sok életet töltöttek el itt a Földön. Ugyanis az elmúlt 200 évben a lelkek nagy része azért jött le, hogy az emberiséget hozzásegítse a felemelkedéshez. Oké, mondom, az elmúlt 200 évben. Tehát az elmúlt 200 évben, ha megnézed, túl sok megélést nem éltek meg az emberek. Tehát ha mondjuk 50 évvel számolunk, akkor mondjuk 4 élet, nem? Max ez az ötödik. Oké? De ha többet számolunk, akkor még kevesebb. És miért jöttek le? Tehát még egyszer, hogy ki segítség azokat, akik a reinkarnációs körforgásba itt rekedtek. Csak egy baj van, hogy többen, akik lejöttek segíteni, nem fejlődtek, hanem visszafejlődtek abban az életükben. Tehát alacsonyabb lelki szinten hagyták el a földi létet, mint ahogy születtek. Amikor az ember tanul itt, akkor azt is meg tudja állapítani, hogy milyen lelki szinten születtél. Oké? Mert ezt is tanuljuk. Sőt, azt is tanuljuk, hogy mi a te személyes küldetésed. Oké? Tehát a saját személyes küldetésed. Sőt, olyan szinten megtanulod, hogy bárkinek a személyes küldetését meg tudod állapítani, ha már jól csinálod, mondjuk 5 perc alatt. 5 perc alatt. Oké? 5 percen belül. És nem csak ilyen dolgokat tanulunk, hanem mondjuk olyan dolgokat is, hogy mondjuk beszélgetsz valakivel, mondom, beszélgetsz, és meg tudod állapítani avval kapcsolatban, az illetővel kapcsolatban, hogy mire számíthat. Mondjuk egy fél órás beszélgetés után, érted? Simán. Itt vannak felmérő lapok. Ebből ránézésre megállapítom, hogy ki milyen gondolkodású. Oké. Okay.
Szóval, de nem csak én tudom megállapítani, hanem akik itt vannak ugye már régebben. A legrégebbi tanulónk 28 éve kezdte itt a tanulást. 28 éve. Oké? 28 éve. De sokan vannak, például a házi asszonyunk is hány éve tanulsz itt? 8 éve. Oké? Na nézzük tovább. Mit csinálunk? Tanulóink lehetőséget kapnak üzletépítésre is, ha ajánlják a Nyílt Akadémiánál tanulást. A Hulatrade ZRT által felkínált kiváló, tehát egy részvénytársaság van mögötte, azért ugye azt vegyük figyelembe. Felkínált kiváló és egyedülálló PPH üzleted révén szabaddá válhatsz, azaz oda mehetsz, hova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradhatsz, ameddig akarsz. Na, ezt jelenti a szabadság. Kapott az emberiség legkésőbb 2031-ig, 35-ig egy utolsó esélyt a fejlődésre. Te most kaptál egy egyetlen és ezáltal utolsó esélyt a tudatosodásra, a szellemi és lelki fejlődésre, a boldog életre. Tehát havi 30 órás képzésünk van, ember és életjobbító kocsképzésünk, igénybe vehetett személyesen a helyszínen, vagy élőben az interneten keresztül, tévén vagy rádión. Itt én közben nézem a monitoron, ugye, hogy máshol ugye is vannak ugye össze, tehát máshol is összejöttek az emberek, és ők a kivetítőn élőben nézik a jelenlegi előadásomat. Tehát interneten keresztül, tévé, rádión, illetve videó vagy hangfelvételről továbbá le is töltheted. Kócsképzéseik piaci értéke havonta 200 ezer forint. Amennyiben most kezded el a képzésedet, most olyan akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első havi indulásé és 12.500 forintos nagyon kedvező további havi tandíjat kalkuláltunk ki neked, hanem vállaljuk az akciós további havi tandíjad árának fenntartását is. Tehát ezt a 12.500 forintos ár fenntartását. Tehát ha megnézed, 420 forint óránként. Mit kapsz te 420 forintért? Milyen képzést óránként? Semmilyet. Csak itt. Hulatrade ZRT a PPA üzleted eredménye után az ajánlói piac legmagasabb jutalékát az általa szervezettek tandíjából visszajuttatta számodra, a teljesítményedtől függően 25%-tól 77,6%-ig terjedő részt, összeget. Oké? Ez az üzleti rész. A láncszerűen felépülő csoportban elhelyezkedő összes ember tandíjából pedig visszajuttat a számodra a teljesítményedtől függetlenül 5%-tól már 53%-ig terjedő összeget, pedig azoknak a javát nem is te szervezted. A PPA és a vezető segítségével viszonylag gyorsan képessé válsz 6, 7 vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet elérni. De ez kevés, nyugodtan lehet akár 9 számjegyű jövedelmet is. Oké. A jutalékot a jogszabályoknak megfelelően természetesen felhasználhatod a képzéseinkre, illetve felveheted. És akkor itt föl lenne sorolva, de már nincs rá időm, nem sorolom föl, hogy mit jelent a, mi az igazán jó üzlet bárhol a világban. Jó, és akkor itt van, hoppá, vissza. Itt van 20 szempont, tehát 20 szempont. Nem tudom, gyorsan sikerült elolvasni? Ennyire gyorsan nem? Itt van még 7. Oké? Az már 21 lenne, úgyhogy már csak 6 lesz a végén. Jó, tehát itt megnézed, ilyen szempontok vannak, hogy mit a kötetlen munkával bárhonnan végezhető, vagy konkurenciamentes üzlet legyen, több lábon állás segítő, stb. Stb. Ja, itt 8 volt. Sőt. Jó, és akkor nézzük itt. Ja, itt meg csak
5. Jó. Tehát itt van 20 szempont, a világon nem találsz még egy olyan üzletet, amelyik a PPA-n kívül, amely ennek a 20 feltételnek megfelel. Nincs több. Tehát van egy pár dolog, amiben totál egyedülállók vagyunk a bolygón, például ebbe is. Például abba is, hogy mi nekünk minden tudásunk, képességünk és módszerünk megvan ahhoz, hogy végigcsináljuk, hogy eljuttassuk az emberiséget az aranykorhoz. Nem véletlenül ezt nekem kínálták föl 13 évvel ezelőtt, 2010-ben, tehát 13 évvel ezelőtt. Az előéletem miatt kínálták föl, ugye a fentiek, tehát szó szerint értsd ezt a felkínálást. Én rögtön éltem vele, tehát onnantól azt mondtam, hogy jó, akkor erre átalakítok mindent, át is alakítottam. És gyakorlatilag, ugye mivel ilyen típusú vagy hasonló típusú üzlettel foglalkoztam, előtte már 3 piacvezetői pozíciót töltött be maga a PPH mint szervezet különböző területeken. Ezzel a módszerrel, ami itt van, szervezési módszer, jó? És hát ugye ezért most gondold végig, nem elég a tudás az, hogy az emberek jobban bánjanak az életükben, hanem arra kell egy rendszert ráépíteni, és kell egy közösség, akik együttműködnek ebben, egy növekedő közösség, és kell egy karrier, egy üzlet, érted? Egy olyan üzlet, amiben karriert érhet el az ember, hiszen még nem az aranykorban vagyunk, hanem még az aranykort megelőző legsötétebb korszakban vagyunk, mert hogyha ennek utána nézel, az aranykor előtti időszak mindig a legsötétebb az emberiség számára. Tehát mindig az a legnehezebb. És most ebben az időszakban vagyunk, de pont azért, mert sok embert az változtat meg, hogy amikor teljesen lesüllyed, akkor utolsó mencsvár az, mikor mondok egy példát, jó? Hogy a zuhanó repülő senki nem ateista. Mert mindenki mit mond? Ja, Istenem segíts, így van. Oké? Okay. És ugye ezt a segítséget a fentiek adják a mi közvetítésünkkel az emberek számára, aki veszi alapot. Aki nem veszi, az meg így járt. És akkor itt van a 25 nagy témánk, ezt se fogod tudni most már olvasni. Azt mutatom most, hol tartunk. Itt tartunk, jó? Tehát ez a Love Coach szemeszter, aminek volt ugye egy elnyomásfeloldó coach képzése, egy önbizalomteremtő coach képzése, szeretetteremtő coach képzése, és most tartunk a gyermeknevelés coach képzésnél. És a következő 18-ától pedig a párkapcsolat coach képzés lesz. A gyereknevelés kócsképzés az 6 hónapos volt, tehát 6 hónap. Jó, és a párkapcsolati képzés az egyik legnagyobb téma. Úgyhogy ez nem tudom hány hónapos lesz, előre láthatóan, nem tudom mennyi. Ugye a gyereknevelés sem satszoltam volna meg, hogy 6 hónapos lesz. És a párkapcsolati kócsképzésem jegyzete jóval nagyobb, mint a gyereknevelés kócsképzés. És utána lesz majd az egészségteremtő kócsképzésünk. Stb. Stb. Tehát itt vannak ugye 25 nagy téma. Még olyan is van a leszoktató kócsképzés, ugye ez már egy ilyen nem volt, így van.
És akkor itt végig, 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 jó idáig. No, tehát lényeg az, hogy várunk szeretettel. Tehát ha úgy érzed, hogy egy korszakalkotásban részt kéne venned, akkor itt a helyed. Ha úgy érzed, hogy te nem akarsz korszakalkotó lenni, neked tök jó, úgyhogy vagy egy egyszerű, hát mondhatjuk azt, hogy bocs, nem akarlak megsérteni senki. Érted? Hát akkor ilyen senkiként tovább az életedet. Tehát ha valaki szeret senkinek lenni, nem botránkozok ezen meg, nehogy félreértsd, hát a legtöbb ember egy senki. Tehát mi nyomot hagy a földön, érted, ezen a bolygón? A legtöbb ember. Semmit. Érted? Még sokról már a saját gyerekei sem szívesen gondolnak rá, érted? Nem, hogy mit tudom én, mondjuk az unokái, vagy a dédunokái. Hát sokannak már meg se érik a nagyszülőkort, érted? Mert olyan későn születnek a gyerekek, hogy azt se tudja, ki volt az ő nagyapja, vagy nagyanyja, érted? Mert hát, nem hagynak nyomot az emberek. Most itt van egy történelmi lehetőség, ahol az ember létrehozhat egy korszakot, érted? Egy új korszakot. És az aranykor az a felkészítés, ahol elnyomásmentes tanulást tudunk folytatni, és ezáltal képessé tudunk válni arra, hogy békében, szeretetben együtt működjünk másokkal. És onnantól kezdve visszatérhetünk abba a létformába, amiből jöttünk, mielőtt ember lettünk. Érted? Fenti létforma, ahol van tested, de amiből kibejársz, nem gyerekként kapod a testedet, hanem egy felnőtt testet kapsz meg, nem egy fiatal felnőtt testet, mostani értelembe vett mondjuk 21 éves. Mintha egy 21 éves kori testedbe beleköltöztél volna. Tehát ami azt jelenti, hogy most gondold végig, de mi ebben a meredek? Próbálod feldolgozni? Oké. Hát gondold végig, ha ezzel a tudással, ami van, nem mondjuk 5 milliárd éves tudással, mert lehet, hogy a lelked 5 milliárd éves, érted? Beszületnél egy csecsemő testbe, ezzel a tudással beszületnél egy csecsemő testbe, úgy, ahogy van, megőrülnél a tehetetlenségtől. Világos ez? Az rosszabb lenne, mint bármilyen börtön. Hát gondold végig, mi meg kellene várni tizen akárhány évet, hogy cselekvőképes, önálló cselekvőképes legyél. Érted? Addig rászorulsz más emberre teljes egészében. Tehát beleőrülne egy lélek, mondom, egy mai tudással, ha ez a tudással beszületnél egy csecsemő testbe, egy újszülett testbe, érted? Megőrülnél rövid időn belül. Ezért ugye törlik az előző életi tudásodat, de az el van mentve, nem törlik, elmentették, csak a elmédből van törölve. És az azt jelenti, hogy ha visszakerül az ember a fenti létformába, az összes előző életi tudását megkapja. Azt is odáig visszamenőlegesen, amikor a teremtő létrehozta magából a saját lelkedet. És azért szeretném mondani, hogy a lélek képtelen felejteni. Tehát a lélek, amit megtanult a milliárd évek során, azt nem tudja elfelejteni. Tehát amikor te felejtesz, akkor nem lélekként felejtesz, hanem testként felejtesz, és az agyad miatt felejtesz. Oké? Tehát ha lélekben gondolkodnál, tehát ha képes lennél úgy gondolkodni, mint egy lélek gondolkodik, akkor minden tudással rendelkeznél, csak ez most nem így működik az embernél. Oké? Tehát ez a test ennyire alkalmatlan az ilyenfajta működésre, direkt. Hát gondold végig, ez az első emberiség az emberiségek életében, ugye a hat emberiségnek nem volt olyan fajta működése, mint amit az imént elmondtam, hogy történt veled egy múltbéli negatív emlékkép, és valami emlékeztet rá, és egyszerűen úgy működsz, mintha kaptál volna egy azonnali elnyomást.
csak ez az emberiség rendelkezik ezzel a kiváltsággal. Sajnos, így van, mert ez az emberiség legnagyobb baja. Ez az emberiség legnagyobb baja, hogy van egy ilyen fajta agyi működésünk, elmebéli működés. Oké? Szóval lényeg az, hogy például az elmúlt 13 évben rengeteg kérdést tettek föl az élet és az ember működésével kapcsolatban, és nem tudtak olyan kérdést föltenni, amire mondjuk max. 3 percen belül ne tudtam volna válaszolni. Ilyen a kapcsolatom. Nem azért, mert ilyen okos vagyok, hanem ma van egy ilyen kapcsolatom. Oké? Ugye akik régebben itt tanulnak, tudják azt, hogy olyanok történnek, hogy föltesznek egy kérdést magukban, és közben megadom előadásban választ. Mondom, magukban. Így van. Jó, akik már egy ideje itt tanulnak, azok erről többszörösen meggyőzöttek. Jó? No, köszönöm szépen a figyelmeteket. Ja, meg olyan is, hogy van egy téma, és mondjuk arról kell beszélni, akkor hozzáadnak egy csomó információt fentről. Jó? Valós információkat, így van. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót házi asszonyunknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkursnak ezt a képzést. Hát ebben megint minden benne volt, tehát az eredetünk és a végünk, de hogy mit kell tenni, és hogy van megoldás. De ilyen összefoglaló előadás volt már, nem is egy, mindig elmondja Szedlacsik Miklós, mit kell tennünk, de most nagyon, nagyon egyben volt az egész. Én az életem leges-leges legjobb döntésének tartom, hogy rám talált a PPH. Ami nem véletlen. Ami nem véletlen, sosincsenek véletlenek. És én tudom, hogy a tudás alkalmazásával tényleg rendbe lehet hozni az embernek az életét. Én minden életterületemen elég nagy javulást tudtam elérni. És minden úgy van, ahogy Szedlacsik Miklós tanítja, egy életterületünkkel gond van, az összes többire kihatással van, tehát semmit nem tudunk jól működtetni. És meg kell tanulni, kell a tudás, mert tudás nélkül hibázunk. És megint van, nagyon sokan sokalják azt az időt, ami most 9 év tudás, hát 9 év, hát mire leérettségiztél, szakmád van és begyakoroltad, az hány év? Az életre felkészülni 9 év, életre egy magasabb rezgésű létformára. Hát életünk végéig, pontosabban a testünk élete végéig kell tanulnunk, mert a lelkünk tovább fog menni, és működik. És rengeteg film van, ahol próbálják az embereket, emberiséget ébreszteni, akár el tudja képzelni azt, hogy a testből kibe járni. És minden olyan film fent van a weboldalunkon, amiben tanítás van, hogy megértsük ezeket a dolgokat. Szedlacsik Miklós mindenre gondol. Ezek is ott vannak. Én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy aki kitartóan tanul, alkalmazza a tudást, az csak jót tud tenni az életében, és a másokében tud ebben segíteni. Én azt javaslom neked, hogy ne halogass, nincsenek véletlenek, nem véletlen találkozta a PPH-val. Kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást, és biztos, hogy nem fogod megbánni. Tényleg mindnyájan arról tudunk beszámolni, hogy csak jót tesz az életünkkel ez a tudás. Már hallottad, hogy az első havi tandíj is egy, tényleg egy olyan minimális, hogy 19.700 forint. Az ego kifogásai mögé nem célszerű bevújni, nincs pénzem, nincs időm, fáradt vagyok. Én azt mondtam, mindenkinek arra van ideje és pénze, amit fontosnak tart, és a teremtő garantáltan gondoskodik arról, hogy ezek meg legyenek. Próbáld ki, ne egy-két hónapot, legalább 3-at, hogy legyen elég rálátásod, hogy most folytasd, vagy mégis abba
szeretnéd hagyni, semmi gond ezzel, vagy fejlődünk, vagy nincs más esély, ezt a kettőt kell mérlegelni. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz, a szünet után következik a gyereknevelés coach képzésünk, amelyen, ha szeretnél részt tudsz venni egy alkalommal, szeretettel várunk. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk. Most 30 perc szünet következik.